Lapos tetők vízelvezetése sok esetben történhet külső vízelvezetéssel, tehát hogy nem egy közbenső víznyelő van, hanem valahol kívül van egy vízköpő. Ehhez hozzá a felületet, tehát a nyilak mutatják a lejtés irányát, és a víz itt távozik. Ahhoz azonban, hogy ez a víznyelő ne fagyjon el, tehát ne legyen jégjelenség ebben a zónában, muszáj ezt megfűteni. Tehát ide fűtést kell készíteni. Ez mind elektromos tervezést, mind karbantartást, mind üzemeltetési költséget jelent. Tehát annak a háznak, legyen ez egy társasház vagy családi ház, a vízköpőjét fűteni kell árammal, tehát ez egy áramköltség, egy üzemköltséget fog jelenteni. És itt például az is szempont, hogy mondjuk ha ez egy társasház, hogy lehet ide vezetni az áramot, úgy, hogy a ház lépcsőházából, vagy a közös, közös részekből, hiszen ez egy közös költség. Tehát nem az adott lakó feje fölött lévő tető az ő áramjában fűtődik, hanem a ház közös pénzéből. Tehát ez is egy szempont, ilyen érdekességek is vannak ezzel kapcsolatosan. Ugye itt is ne feledkezzünk meg arról, hogy kell egy tartalék elvezetés, ami lehet itt rögtön mellette egy kicsit feljebb, hogyha elkezd feltelni a víz, akkor azon tudjon távozni tartalék jelleggel, de minden esetre a fűtött vízköpő, mint olyan lapos tetőknél fontos, hiszen ez egy külső vízevezetés, itt meg tud fagyni, itt mínusz 20 fok is lehet, alulról pedig olvasztja -e folyamatosan a belső meleg ezt a Hófelületet mondjuk télen, ami elkezd ide és meg tud fagyni. Tehát ezért szükséges a fűtött vízköpő, fűtött külső vízelvezetési pont.